אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות. Tehát a tíz szület tanulmányában fogunk tanulni, kettes kötet, hetes rész, mondják a héber oldalnak az oldalszámát, a hét halott királynak a tíz szfirája, a 24-es pontot vesszük, Ari szavait, kérdéseket küldenek a Kabala TV-n keresztül, és a megfelelő kérdéseket föltesszük a lecke során. Tehát 24-es pont. Mind a négy szint felett, amely Zahár és Nekava, Panimbe Penim állapotban, tehát nő és férfi egymással szemben, egyik el szemben áll a másikkal, ez pedig azért van így, mert ő, a nő, ő megkapja a Zahárral való szembenállás fényét, amely csodálatos fény, sőt, nincs szüksége arra, hogy először is ő bármilyen értelemben az Zahár állapot figyelembe vegyen, hiszen ő akkor tisztában válik a Panimon keresztül. Még egyszer. Tehát a négy szinten felül, amely a Zahár és a Nekava Panimbe Panim állapotban, a nő és férfi szemben állva egymással, szembefordul egymással. Ez pedig azért van így, mert ő, a nő, megkapja a Zahárral való Panim fényt, amely egy csodálatos fény, sőt, nincs szüksége arra, hogy egyáltalán bármilyen értem az Zahár állapothoz tapadjon, mert ő ezt meg tudja kapni a tisztaságot, a saját tisztaságát a Panim állapoton keresztül. A férfivel. Belső fény, 24-es pont. A négy szint, amely Zahár Nekava Panim Panimban. Tehát a nő és a férfi szemben áll Panim Panimban. Az első két szint, az Ahor Behor és az Ahor Be Panim, tehát a hát-hát-hát és szembe, ez az Ahoráim, az Imrának az Ahoráimjából fejlődik ki, a harmadik szint pedig a felső abszággal való zivugon keresztül jelenik meg, ahol az első héj, az leereszkedik az Enáimból. Ez a korrekció, ez kizárólag az Ahar szempontjából előnyös, amely igényli a Panimot a kezdetekben, azonban a Nukva nő, az valójában az Ahoráim állapotához van tapadva, az a Haszadimot választja és elutasítja a Hokmát. Ezért a Bínának mant kell emelnie az alsóból, amely a Zon, és csak akkor kapja meg ő az erőt arra, hogy abban maradjon az Ahoráim ereje, és vissza tudjon térni a Hokmával való Panim állapotba. Ez pedig kizárólag a Zon érdekében történik, tehát a Bína ezért teszi ezt meg, mert különben nem tudja a Hokma heráját, zaradgyugását kiterjeszteni a Zon felett, és ebből kifejlődik neki visszakérteni Panim állapotába a Hokmával, amely a negyedik szint. Ismert, hogy a man emelésének a lényege, hogy visszatérjen a Hub a Panim állapotba, tehát a Hokma Bína, amelynek a gyökere a tíz firája az óriasának, és ez pedig azért van, mert a Bína de óriasát, az óriasának a Bína fénye az a Haszadim, és nem Hokma. Így ő is úgy tekintető, hogy a Hokmának az Ahorami állapotában van, azonban amikor ő, tehát a Bína fel akar emelni a Zerampint, amelynek szüksége van a Hokma ragyogására, ezért neki vissza kell térnie Panim állapotban a Hokmával, tehát a Bínának, annak érdekében, hogy megkapja a Hokma ragyogását, hogy azt átadja a Zerampinnak az óriasár képében. Ebből következik, hogy amilyen mértékig ő nem tudja felemelni a Zerampint, ő Ahoráim állapotban marad a Hokmával, tehát elutasítja a Hokmát a Bína. Majd miután ő felemeli a Zerampint, akkor Panim Panimba fordul, szemtől szembe fordul a Hokmával, hogy ki tudja terjeszteni a ragyogását a Hokmának, és ezt azt látjuk, hogy az eredeti gyökere a Hubnak, tehát a Hokma Bínának Panim Panim állapotban, az a Zerampinda óriasár elérése. Most pedig teljes egészen megértetjük a fent említett szavait Arinak, aki azt mondta, hogy az Or Hesed, ami a Bínában van, amely a Zerampinnak a fénye, az megmarad, és mindig a man emelés állapotára vár. Ez azt jelenti, hogy a Bína, amikor kiterjeszti az Or Hesednek a fényét Gadlut állapotban, annak érdekében, hogy fel tudja emelni a saját helyére, neki állandóan vissza kell térni a Panim állapotba is a Hokmával, mert ebből kifolyólag az Or Hesed az úgy tekintető, mint a man emelése a Bínához, amely nem más, mint az oka annak, hogy ő zivugra lép a Hokmával Panim Panim állapotban.
így a lényeg a mandemelésnek, az teljes egészében el lehet magyarázva, azaz ez egy stimuláló elem a zivugnak, a hokmabína zivugjának, mert enélkül a hokmasabína képtelen lenne összekapcsolni panimpanima szemtől szembe, mivel a bínának az aram állapota elutasítja a hokmát, mert ő valójában kegyelmérőbb állapotában akar csak lenni. És ez az elem pedig a zon, amely valójában a bínából származik, és ezért az ő lényege az a hokma ragyogásával érhető el. És ez pedig azért van így, mert a teljes különbség a bínadóriásár és a zondeóriásár között az a hokmának a ragyogása, amelyet a bína terjeszt ki a zerampin fölött. Végül is a két fény, azok haszadim fények, azonban a bína orhaszadimja az a hokma ragyogása nélküli, a zerampinnak pedig megvan a herát hokmája, az a hokma ragyogása. Ebben a haszadimben. És ebből kifejlőleg a gadludzivugja, az úgy kell ábrázolódjon az avaima felé, hogy a man emelés nélkül a zon semmilyen értelemben nem tud fényt kapni, ezért valójában csak vágyik a haszadim fényére, a haszadim kiterjedésére, és az ő struktúrája ahhoz, hogy visszatudjon térni az óriásárhoz, az kell, hogy megjelenjen ez az ima alulról, és emlékezzünk minden helyen, ahol a mannemelés meg lesz említve, hogy ez hogy működik. Kérdés van erről, kérdezi Rab. Itt azt írja, hogy a bína, amely haszadim fény, átadja ezt a fényt a zerampinak, és ez segít föltenni a zerampinak a hokmát. Mert neki nincs szüksége a hokmára. Na, de ilyen módon ő csővezetőké válik, hogy átadja a fényt a saját fiának. Tehát, hogy át tud adni valamit, ami nincs benne. Tehát át tudja a hokmát, akkor neki kell, hogy hokmára legyen vágya, persze. Hát ezért osztja meg magát a bína. A fény az egy energia. Energia. Nyilvánvalóan, amit hozzáadunk ehhez, azért mondjuk, hogy egy felső absztrakt fény van, az, hogy ebből mit von ki a hokmá, mit von ki a bína a saját fiának, az attól függ, hogy a fia mit igényel. Tehát annak megfelelően, amit hallottam, a bína az egy állandó kérésben van, tehát mantemel állandóan. Annak érdekében, hogy megkapja a horhokmát, ugye nyilván az abbe vémá az emeli. Hát, ha van oka ennek, magyar. De nincs oka, akkor még kéne ezt felemelnie. Oké, na, de ez azt jelenti, hogy a manemelése, ez nem valami, ami állandó panimpanimra kényszerít a hokmával? Hát dehogy is, miért? Hát kell egy oka legyen ennek. Na de ezt kérdezem. Tehát mi tudjuk, hogy a manemelése az alsótól függ, az alsó kérésétől függ. Így van, mondja. Akkor mi az az állapot, ami esetleg ugyanilyen a dolog van szó? Persze. Hogyha van egy man alulról, akkor azonnal felülről befordul a panimpanimba a hokmával a bína. Oké, na de én azt gondoltam, hogy ő állandóan biztosítja, hogy az erampin, hogy állandóan törődik az erampinnal, ha akarja, az, ha nem. Mert az erampin van a bínának a teremtménye, és ezért állandóan szüksége van arra, hogy a bína fenntartsa, fejlessze. Az adakozás mértéke a bínának az a zerampinban nyilvánul meg, de ha nincs hiánya az alsónak, akkor a bína hogy tudna adakozni? A bína állandóan ad fényt, hogy kér. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de a kérést a zerampin kérésének megfelelően fogja teljesíteni. Két kérdés, nem egy, mondja Rav. Az ima végrehajtja a zivugot az abával. Csak is a zon kérésének megfelelően? Persze. Hát milyen igény lenne? Következő kérdés. Na, ezt most nem értettem. Ezt nem tudom, mert ezt nem értem a kérdésre. Oké, na, ezt öntől hallottam. Nem, hát én ezt nem tudom. Na de honnan tudhatnám, ha nem öntől? Nem tudom, te honnan tudod, mondja meg.
valamit félreértettél. Lehet, hogy nem akarod, erre válaszol, az is lehet. Ez milyen kérdés volt? Hogy a hülyeséget kérdezzek, hogy kitől haltam, hanem magától, ez volt a dolog lényege. Oké, tehát van 9 fíra, mondja, itt írva van Balaszulám által, hogy a bína tiszta haszadő, és át kell adni a hokma fényét, az nyilvánvalóan akkor lehetséges csak, hogyha alulról megindul a kérés. Nem is értettem, mit kérdezett egyébként, megmondom. Mit jelent az, hogy mi a panim dahor? Ez mit jelent, ez a kifejezés? Na hát ezt még most nem tanultuk, mondja. Ez nem tartozik még a témához. Mert a panim adakozás, az ahor pedig megszerzés. De a panim az bármilyen furcsa nagyobb vaskosságot jelent. Az ahorány meg nem. Tehát a panim azt jelenti, hogy az ez a legfontosabb, mert akkor oké, tehát az első állapot az ahor-ahor, az hát-hát, majd pedig a nukva az panimba fordul, azért, mert az zarampin mantem el. Mindig az alsóért történik a dolog, mindig az adakozás érdekében történik az alsó szempontjában. Oké, de a következő lépés a folyamatban, hogy a zahara fél panimba fordul, akkor el tudnám magyarázni ezt a transformációt, hogy mi történik? Tehát itt van egy felébredés felülről, ami a spirituális evolúciónak a lépése, része. Ennek eredményképpen az alsó egy vizsgátra képes, amit a klipákból kap. Tehát a bína az mindig adakozik, mindig. Na, 26-os pont, tovább léptünk. De 25-ös. Elradott a rav. Ari szavai. Ismert, hogy a zón a négy fennemlített állapotnak megfelelően a meghatározott sorrendet vesz fel, azonban az avamimában csak három állapot van, amelyek az első, a harmadik és a negyedik, mert a második állapotnak is szüksége. Tehát még egyszer ismert, hogy azon mind a fén négy állapotot tartalmazza, a meghatározott sorrendben, amiről beszéltünk. Az abavimában azonban csak három állapot van, amely az első, a harmadik és a negyedik, mert a második állapotra nincs szüksége. Tehát hogy nyilván a bína állapot az önmaga. Or primi, belső fény. Az avamimában csak három állapot van. Ezt magyarázzák el. Tehát a három állapot azt jelenti, hogy a viszonya az ahol és a panim állapotokkal milyen. Tehát az panim, stb. Ez pedig azért van így, mert a második szintje az ahorbe panimnak, az nem alkalmazható az avamimára. Ennek az oka pedig az, hogy két szint, az ahorbe panim, és a panimbahor, tehát ezek valójában egyszerre jelennek meg, azaz az alsó héjnek a leereszkedése az inaimtól a pehig, a száig, ez azt jelenti, hogy a bína akkor visszatér az erőállapotban, és lecsökkenti az alsó héjt, és azt egyáltalán nem érinti meg, azonban a nukvának szüksége van két korrekcióra, hogy mind a kettőt le tudja csökkenteni, az egyik az arámedények, a megszerződények, a másik pedig a panimedények korrekciója. Ez pedig azért van, mondja, mert a klipákhoz kapcsolódik már a nukva. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberben már nincsen törés, neki nem kell az alsó kapcsolatát korrigálni. Tehát az emberben mindig egy korrekt állapotban áll egymással, ezért nincs szüksége az ahorban menni a állapotában, tehát a hát és szem állapotában. Tehát ahol a keter az sugározza a fényt, a bína meg nem akarja megkapni. Nincs ilyen. Tehát még nem tanultuk ezt az állapotot. A nukvában van ilyen állapot. Ez majd a hetes résznek a végén fogjuk meglátni. A Matillon-Mati állapot, ami még nincs letisztázva. Oké, tehát egyszerűen ez így nem történik meg is kész. 26-os pont, Ari szavai. Most már elmagyarázhatjuk az Ahoraim de Abaveima állapotát, ami lezuhan és eltörik. Most a klipákról fogunk beszélni.
hogy hogy lesz ez megszervezve, mi történik, és hogy mit lehet majd az acélt világában visszamenve korrigálni ezekből. Tehát most pedig el kell magyaráznunk az Arnheim Devamim állapotát, amely lezuhan, eltörik. Tehát először el kell magyaráznunk a Panim de Panim állapotot és az Ahrobehor állapotot. A dolognak a lényege, hogy a klipáknak a helyén a külsők tulajdonképpen az Ahrheim de Nukvad Ezerampin állapota és ezek tapadása. Azonban itt valamilyen megragadása van a Horde Ezerampinnak is. Tehát mielőtt a teremtő megteremtette volna Ádámot a földön, a klipáknak hatalmas erejük volt, hogy elszívják a sefát a kedusától, a szentségtől, ahogy az írva van, és hogy nem volt ember a földön. És ezért a munka az az volt, hogy a tüskéket elmozdítsuk a szőlőskertből, amely gyakorlatilag a gyakorlati parancsolatokat igényeltek. Azonban, amikor a zát felemelkedett, az alsó Ádám Harison még nem lett megteremtve a világban, a Zon felemelkedett ahora hor állapotba, hogy a külsők ne tudják elszívni az energiáit. Ez pedig azért történt, mert a Panim-Panem állapotban állva a klipáknak nem volt helyük, hogy megragadják a szíváshoz őket, amelyek az Ahura állapotot jelentik. Ez pedig azért van, mert ők nem tudtak szívni a Panim állapotból, és ebből kifolyólag az Ahura állapothoz tapadtak, ahol a külsők sem voltak képesek kiszívni az energiákat, vagy a fényeket belülük. Na ez még egyszer. Most pedig el kell, hogy magyarázzuk az Ahrheim Devamimának a lényegét, amelyek lezontak és eltörtek. Először el kell, hogy magyarázzuk a Panim de Panim, tehát a szemtől szembe állapot, és az Ahor állapot, tehát a hát-hát állapotot. A dolognak a lényege, hogy a klipáknak a helye, ahol a külsők Ahrheim állapotban vannak, az Ahrheim Nukvad Ezerampin, tehát a Nukvad Ezerampinnak a kapni akaró edényei, amikre a klipák oda tudnak tapadni, és ilyen módon ők meg tudják ragadni az Ahor Ezerampint is. Mielőtt a teremtő megteremtett van Ádámot a földre, a klipáknak elég erejük volt, hogy a sefát, a bőséget elszívják a szentségtől közvetlen módon, ahogy írva van, mert nem volt ma ember a földön még, és a maguknak a munkája az volt, hogy a tüskék ki legyenek szedve a szőlőskertből, amely a gyakorlati parancsolatokat igényeltek. Azonban, mikor a Zat megjelent, akkor az alsó Admarison még nem lett megteremtve a világban. A Zon felemelkedett ahor állapotba, félve a külsőknek a fényelszívásától. Ez pedig azért történt, mert miközben ők Panim-Panemben álltak a klipákkal, valójában megvolt a hely arra, hogy az elszívjuk a fényeket, amely a kapnak a edényeken keresztül történt, és mivel ők nem tudtak szívni a Panim az adakozó edényekből, ennek az oka az volt, hogy ők az ahor állapothoz tapadtak, mégpedig úgy, hogy ne legyenek képesek a külsők szívni belőlük. 26-os Or Primi. Belső fény. A klipáknak a helye és a külsők az Ahrheim de Nukvad Ezerampinban, ahol ők oda tapadtak, a klipák. Ez pedig azért van így, mert a klipák kizárólag a hiányok helyére tudnak tapadni, ami azt jelenti, hogy egy olyan helyre, ahol nincs ragyogás, és ezeket hívjuk Ahrheimnak, megszerzőholdnak, ahol pontosan, ami pontosan az Ahrheim de Zat, amely nem más, mint a Zon. Azonban ezek egyáltalán nem tudnak oda tapadni a gárbhoz. És itt van a Zonnak egy olyan felosztása, amely a Zerampin és a Nukvát jelenti. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel ők elsődlegesen a Nukvát, de a Zerampinhoz tudnak tapadni, mivel az ő lezáró szférája, mivel ez a lezáró szférája a parcoknak, amely megállítja a fényeket a parcokban, ezek tovább tudjanak terjedni a megszorítás miatt és az ott levő szűrő miatt. És ebből kifolyólag az Ahrheim az tökéletes, tehát a megszerződések tökéletes sötétségben vannak, hogy írva van, hogy az ő lábai a halálba lógnak le, azaz a klipákban, amelyeket halálnak nevezzük. És írva van, hogy a klipáknak a helye azok a külsők, amelyek a Ahrheim de Nukvad Ezerampin, azaz a Nukvad Ezerampin megszerző edénye, amelyek ez a klipák tapadnak. Ez azt jelenti, hogy a klipák és a külsők azok a sötétségpogyától lefelé állnak, amely egészen a Siun de Nukváig, miután ahol kezdődik az ő sötétsége, és ahol a
lezáró hiányzó fények vannak a parcukban. Azonban itt van valami megragadás az Ahord az Elampinon is, tehát az Elampin megszerzési edényen is. Ami azt jelenti, hogy teljes mértékben, ahol nincs ragyogás, amelyet Ahoránynak, hogy megszerzésnek nevezzük, mivel a szabály az, hogy a cúr az kizárólag a Jeruzsálem lerombolása után jelent meg. Ez pedig azért van így, mert a teljes fenntartása és megszervezése a szitrakrának az a szentség lerombolásán alapul. Ilyen módon, amikor a szentség korrigálódik, egészen addig, amíg nem történik benne újabb rombolás, a szitra akra el lesz törölve a világból, ahogy írva van, és a halál el lesz nyerve mindörökre. Mielőtt az Isten megteremtette Ádámot a földre, a klipáknak nem volt erejük, hogy elszívják a bőséget, a sefát. Ez azt jelenti, hogy a zón nem tud összekapcsolódni a panim-panim állapotokhoz, tehát amikor az adokhoz ezenek kapcsolódnak össze, mivel nincs zivó panim-panim állapotban, anélkül, hogy ne emelne mant a takton az alsó. Ez megmagyarázza, hogy az avameimában, amely a zónnak tekintető az alsó része, és a zónnak is korrigálódni kell a hor állapotban, mivel ez az imának az harmadik állapota, ahogy ezt alul láthattuk. Ilyen módon a nukva nem hagyja abba az ő a harem állapotát, mielőtt ő egy elemenek kötelezni erre. Ez az elem pedig az igazaknak a lelkei, amelyek mant kezdenek emelni a mélységből, annak érdekében, hogy megkapják a gárnak a ragyogását, a nukvának meg kell állítani az aharam állapotot, és vissza kell térni a panim állapotba a zerampinnal, és összekapcsolódni a zerampinnal panim-panim állapotba. Tehát az igazak imája kényszeríti ki a zukos a zerampin befordulását. És ezzel és ezért, mielőtt Adam Arishon megteremtődött volna, nem volt senki, aki mant emeljen a nukvad a zerampinhoz, és ebből kifolyólag hiányzott neki a gárja, azaz az orpanimnak a fénye, amely az elsődleges fenntartása a párcufnak. És ezért a klipáknak hatalmas ereje volt, hogy elszívják a sefát a szentségtől, ami azt jelentette, hogy a gárnak a hiánya miatt ez meg tud történni. Azon pedig felmeked ahor állapotba, adtak a félemében, hogy a külsők elszívják a fényeket. Ez azt jelenti, hogy felemelkedett az Ahoráim, de ima korrekciója, mivel ő felemelkedett az Abaimához, a Zerampin pedig összekapcsolódott az Abával, az atyával, a Nukva pedig, Zerampin pedig az imával. Ezáltal ők megszerezték az Ahoráim, de ima állapotát, amely elegendő volt a Hierat, de Gár, a Gár ragyogásának a megszerzésére. És amikor ők megszerezték ezt, a külsők többé nem tudtak szívni a zontól, és ez úgy tekinthető, mintha a gár fényei beléptek volna azonban, mivel a parcuf gár fénye lehetetlené teszi, hogy a külsők elszívják ezt, úgy, ahogy csak az atut tudják megragadni gár nélkül. És akkor ők panim-panim állapotban voltak, a klipáknak pedig meg volt a helyük, hogy megragadják az ő helyükön a fényeket. Ez nem azt jelenti, hogy ők panim-panim zivúban vannak, éppen ellenkezőleg a klipák azon teljes egészében ki tudták használni. Ez azt jelenti, hogy amíg nem történik meg az ahoráporának a korrekciója, a nukva azonban megszerezni a zerampin fényét, az ő ahorám állapota, annélkül, az ahorám állapotát elszívná a klipa. Más szavakkal, a hiányzó gár az teszi lehetővé, hogy ő érzéke ezt a hiányt, és ebben az állapotban a klipáknak nincs megragadási lehetősége, azaz nem látják a nukvában lévő hiányt. Most azonban, mikor elkezdődik az ima ahoraimnak a korrekciója, amikor ők elutasítják a obma fényét, azaz a panim fényét, nincs hiány, amely érezhető lenne a külsők számára, amit ők meg tudnának ragadni. És ez a lényege annak, hogy a hokmának a fénye az úgy tekintető, mintha hiba lenne bennük, mert ha ők nem akarnak hokmát valamilyen módon, akkor nincs bennük hiba. És írva van, hogy ők panim-panim állapotban vannak, akkor a klipáknak van helye a megragadásra, hogy szívják az energiát, amely tulajdonképpen az aharam állapotnak a lehetőséget adná meg. Ez pedig azért van így, mert ők nem tudnak szívni a panim állapotban. Ez pedig azt jelenti, hogyha nekik nincsenek meg a panim állapotban a nukvától, akkor nem tudnak feltárulni a panim fényének az elszívási lehetőségei.
és ez a hiány az ahorányból származik, a megszerző edényekből, amelyeket a klipák meg tudnak ragadni, szívni. Emlékezzünk erre majd a továbbiakban, hogy az ahorány, a megszerző edények a hiányhelyei, amelyek vágynak a hokmára. És ezen a módon azonnal meg tudja őket ragadni a külső, amely teljes egészében a szentségnek a hiányhelyéhez tudnak tapadni. És ezért az ima állapotának az ahorámja az gár állapot, és bár ezekben is van hiány a hokmára, ezért az ő nevüket, az ő neve ahorám, tehát megszerzés, azonban a bínának a szempontjából ez nem tekintető hiánynak egyáltalán, miután ő a saját gyökerénél fogva a bína deóriására rendelkezik, ami haszadím, és ő alapvetően magának elutasítaná a hokmát. És mivel a bína lényegében az a gár szférája, ezért a haszadim fénye nem tekintető gárnak, bocsánat, gárnak tekintető, és mivel a zón felemelkedik és összead az amaimával, megkapja az imade ahoráimnak a tikunyát, korrekcióját, és ez kötelezi a gár ragyogását, hogy a bínade ahoráimnak átadja ezt a ragyogást, mivel a panimnak a fényének a hiánya az nem tekintető hiánynak, még a zon szempontjából sem. Tehát ahol vágynak a hokmára, ott megjön a klipa. Na, olvassuk el az elejétől. Ari szavai. Most pedig el kell magyarázzuk az áramdájában a lényegét, amely lezuhant és eltört. Először meg kell mutassuk, be kell vezessük a panindepanim állapotot, aztán pedig az ahordáor állapotot. A dolognak a lényege, hogy a klipáknak a helye, ahol a külsők a nukvadezerampinak a megszerző edényétől fényeket szívnak, és oda tudnak tapadni. Azonban ezáltal az ahordázerampinhoz is oda tudnak tapadni. Tehát mielőtt az Isten megteremtette Ádámot a földre, a klipáknak elég erejük volt, hogy elszívják a sefát, a bőséget a szentségtől, ahogy írva van, hogy mivel nem volt ember a földön, és az egyik munkája magnak, hogy eltávolítsuk a tüskéket a szőlőskertből, amely gyakorlatilag parancsolatokat igényelnek. Azonban, amikor a zát felemelkedett, Ádám Harisonnak az alsó része még nem lett megteremtve a világban, a zon felemelkedett ahor-ahor állapotban, azért, mert félt a külső szívási erejétől. Ez pedig azért van, mert ha ők panim-panim állapotban álltak, a klipáknak megvolt a helyük, hogy megragadják őket, és elszívják a megszerző edényétől a fényeket. Ez pedig azért volt, mert ők panim állapotban nem tudnak szívni, tehát azok az edényektől, és ennél kifolyólag nekik az ahor állapothoz kell tapadniuk, és hogyha a megszerzési edényeket is teljes egészen összekapcsolják, a külső sem tudnak szívni belőlük. De mit jelent, nem értem, a panim-panim tavat értem, az egy zivug, de mit jelent az, hogy képesek vagyunk az ahorám állapotnak a kapcsolatát megtartani? Az ahorám, az a két megszerzés edény, az a felső parcú szempontjából nem fontos, ezért a klipák ezeket a lényegtelen dolgokat nem tudják megragadni, és soha nem lesz bennük hokma. Tehát ugye meg vannak szorítva, és a formegyés miatt össze tudja kapcsolni a zerámpin és a nukva ezt a két edényét. Jó reggelt, Rav. Itt azt, ez a magyarázat hiányzott az írásból. A szitrakra, a másik oldal, majd el fog tűnni a világból. A szitrakra, ezt tanuljuk. A szitrakra az egy rossz dolog. A csapásokat ezen keresztül kapjuk. Nem. A szitrakra, a másik oldal, az a megszerzés érdekében történő edények, darabjai, amik megszerzési szándékkal tapadnak, ezek el lesznek majd törődve. Na de ők akkor el lesznek törődve, a kapnak rá szempontjából ők el lesznek tapadva. Tehát el lesznek törődve. Oké, köszönöm. Na, de a törött edények, törött lelkek nélkül nincs man. Na, man az hiány. Hát kiemeli a mant. Hát kellenek hozzá az igazak lelkei. Persze.
Tehát a lelkek mentik meg a rendszert, ugyanakkor a rendszer emeli fel a lelkeket. Oké, na, de ez az oka annak, hogy Ádám elget teremtve, tehát hogy Ádám nélkül a rendszer nem tudna végrehajtani semmilyen korrekciót, és nem tudná felemelni a sziklákat a klipókból. Klipákból. Ádám nélkül, mondja Rav, az ember nélkül nincs mit korrigálni. Mivel a rendszer önmagában az nem törött és nem korrigált, csak meg van teremtve. Tehát nyilván a rendszert kell használni az embernek, hogy magát korrigálja, a rendszert viszont menjünk át a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt együtt. זכיר לכם על אהבת חברים אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו זכור אזכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו אז תיתנו לב לחשוב מחשבות לקשר ליבכם בלב אחד ממש אז תיתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש לקשר לבכם בלב אחד ממש